Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a digitalizációról lesz szó, technológia fejlődéséről néhány érdekes hírt találtam, amit szerintem érdemes megnézni. A nagy kérdés persze az, hogy képesek lesznek-e helyettesíteni minket a robotok, vagy sokkal inkább a mesterséges intelligencia képes lesz-e átvenni az emberek helyét. A válasz azt hiszem, hogy szerintem igen, hogy mikor, a közeljövőben mennyi idő van eddig, az ki fog derülni hamarosan. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az első telex.hu weboldalon található, Ázsiában digitális avatárként térhetnek vissza a holtak, ez 2024. július 1-i cikk. Ázsiában a technológia, a digitalizáció egyébként is előrébb jár, mint Európában, vagy bárhol máshol a világon. Feltételezem, hogy ez ugyanúgy egy ilyen teszt terület, mint ahogy Közel-Keleten a háborús eszközöket, taktikákat, stratégiákat tesztelik, vagy most Európában a legújabb oltást. A Silicon Intelligence digitális halhatatlanság szolgáltatásának demója, ez a fénykép, amit láthatunk, ez az idős hölgy, aki ugye visszatér halál után, mint egy digitális avatár. Most, hogy ez a valóság, vagy ez csak egy reklám, vagy bemutató, ez ki fog derülni hamarosan. Sun Kai hetente egyszer felhívja az anyját, mesél neki a munkai stresszről, középkorúsággal járó problémákról és sok minden másról is, amit sokszor még a feleségével sem oszt meg. Az anyja időnként válaszol, bólogat, de többnyire csak meghallgatja. A nő, mármint az anyja, 5 évvel ezelőtt meghalt, és az a valaki, akivel Sun beszélget, valójában nem is ember, hanem egy digitális másolat, amit ő maga készítetett. A szürreális az nem is megfelelő kifejezés erre. Folytassuk, a program képes alapvető társalgása, és már évek óta így kommunikálnak egymással. Valami baj van a világgal. Miután a nő 2019-ben betegségben hirtelen meghalt, Sun szerette volna megtalálni a módját, hogyha már az anyját nem is, a kapcsolatukat életben tartsa. Ezért a Silicon Intelligence csapatához fordult, a kínai Nankingban működő mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalathoz, amelynek 2017-ben maga is társ alapítója volt. Így, hogy egy ilyen sebesen növekvő piacról van szó, már számos erkölcsi dilemmáról is érdemes beszélni. Kezdjük ott, hogy a halott személyek nem tudnak beleegyezni a virtuális feltámasztásukba. Gondolkodjon el mindenki azon, hogy amennyiben igaz, lehet klónozni az embereket, az állatokat, hogyha képesek lennének klónozni egy halottat, tegyük fel, létezik ez a dolog. Ami erősen kétlem, de tegyük fel, hogy létezik. Valamilyen chip segítségével beleépítik az összes információt, amit letöltenek a közösségi médiáról egy ember. Milyen következményei vannak annak? Azt hiszi, hogy meglóghat ősember? Hogy kiengedjük ellenőrzés nélkül? Világos, hogy a technológia nem jelenthet megoldást a problémáinkra, mert van egy pont, amin ha túlmegyünk, onnantól kezdve elindítunk egy olyan láncreakciót, ami mindenképpen a pusztulásunkat fogja jelenteni. Ez lehet a klónozás, az androidok, a mesterséges intelligencia, teljesen mindegy, melyiket választjuk. Az embert a természetbe teremtette az atya bele, a természetes világba. Fák, állatok, amik körülvesznek minket, a felhők, a tavak, a folyók, ez a mi életterünk. Nem egy digitális világ, amit mi találunk ki magunknak, ami tele van gépekkel, fogaskerekekkel, meg elektronikus dolgokkal. Értelemszerűen nem arról beszélek, hogy ne használja valaki ezeket. Ha kényelmesebbé teszi az életünket, miért ne? De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy minden egyes ilyen lépés, amikor ezt beengedjük az életünkbe, az egy kompromisszum, az egy veszélyforrás is. Fel kell fognunk ezt a dolgot tudatosan. Annak érdekében, hogy harcolni tudjunk ellene. De folytatván a kérdés, hogy etikus-e az ő beleegyezésük nélkül ezt megtenni és helyettük eldönteni, ki jogosult határozni a sorsukról a haláluk után? Adatvédelmi kérdések is felmerülhetnek, mivel az avatár létrehozásához a halott személyes adatait és életének digitális nyomait is felhasználhatják. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble
illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában is köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!